Üdvözlök mindenkit, Nekroklim vagyok, hogy jöjjenek azok a bizonyos Black Ops PC-s hírek. És ima a nagy kérdés, és nagyon fontos lenne, hogy ezzet, ezt megvitassuk. Uh, fontos lenne egyrészt az én, uh, hogy mondjam, Call of Duty szeretetem uh, tisztázása érdekében is, hogy, hogy, hogy lássuk ti, hogy álltuk. A kérdés pedig az, hogy higgyünk-e az activision vagy ne higgyünk az activision -nek. Hogy ezt most miért kérdezem? Uh, nemrégiben ugye volt egy ilyen konferencia, ahol a, hát egyrészt újságírók, nagyobb YouTube videósok is ott voltak, és többek között ugye ott volt a Drifter is, talán ha Call of duty valakire hallgatok, az ő őségi Call is, és, és, érti a dolgát, tehát ért a Call of hoz és azért képes egy kritikus szemmel hozzáállni, és nem lefizetett része az Activision-nek tulajdonképpen Drifter, úgyhogy Uh, és most ő is ott volt ez a konferencián, ahogy ez szokott menni, um, és beszélt a PC-s változatról. Na most ez azért érdekes, és azért furcsa, mert hogy eddig uh, gyakorlatilag PC-ről soha nem esett szó a Call of Duty konferenciákon. Maximum egy-két nappal, egy héttel a az új kód kijövetele előtt, akkor esett szó szóval PC-s változatra, akkor is hozzánk dobtak egy uh, hardware specifikációt, azt messze legyél boldog, és amikor elindítottuk a játékot, ja, hogy ezt is átportoltátok? Mert, hogy legyünk őszinténk, az egy, egy ilyen igazi PC-re megcsinált kód utoljára, az a kód 4 volt, és azóta egyre, egyre, egyre uh, gyengébb a felhozata, lehet, hogy valahol érthető is, hogy Activision azért. Uh, kellett tartani a magát a Microsoft-tal kötött szerződésre, ugye az Xbox, Xbox, Xbox de most ezen a konferencián szó esett a PC-ről megadták már most a hardware specifikációkat i3 elég lesz hozzá, 6 giga RAM, tehát 6 gigaram RAM azért jó is, meg nem is, tehát akinek van egy 8 giga, az elboldogul vele, de, de készítek fel erre, 6 gigaram. RAM Uh, AMD 6970 a minimum uh, GTX 600 valamennyi 6, 650 talán, ha jól emlékszem, ez volt a minimum. Úgyhogy uh, minden, ami fölött van értem szerint jobban futhatja, állítólag stabilan fut 4K-ban 60 FPS-sel, ami nagyszerű. Állítólag uh, annyira mm, jól megcsinálták, hogy lehet beállítani mindenféle grafikai minőséget már hozzá, és most állítja az Activision, hogy ők igen, ők most figyelmet szeretnének fordítani a PC-s változatra, már az első naptól kezdve figyelmet fordítanak a PC-változatra, mindjárt kitérek rá, hogy ez, ez tulajdonképpen miért is lehet fontos arra, hogy, a, hogy figyelnek arra a bizonyos PC-s változatra. Ö, hol tartottam? Jaj, igen, szóval, és így és itt a nagy kérdés, hogy higgyünk-e, mert hogy, és így itt, itt jön, a dolog gubanca, és aki már kollógyatizik, az egy jó ideje, az érteni fogja is, hogy miért, akinek nem elmagyarázom. A PC-s változat szépen futott, és stabil volt drifter állítása szerint, viszont nem a multiplayer volt, hanem a kampány és a co-op része. És aki pc játszik Call of mindjárt, tudjuk, hogy a kampány fantasztikus, öm, a Co op fantasztikus, így PC, jó, kóp nem annyira, de a, a kampány maga PC-re irányítás, stabilitás ö, szempontjából eddig mindegyik Call of Duty fantasztikus volt. Szóval elhúzták azt a bizonyos mézes mondatot, de tényleg egy, oda nézzetek, PC és Call of Duty, mm, és akkor végre a PC és Master Race fogja a pofáját. Tehát valahol ez lesz, ez, ezért is ö, legyünk szkeptikusak, vagy ne legyünk szkeptikusak. Őség óta játszunk oldal, nagyon szeretem a sorozatot, nagyon csalódtam benne az elmúlt években, és egyre-egyre lejjebb hagyottam az a bizonyos uh, kíváncsiság az új kolokkal kapcsolatban, és... De mindig ott, ott, van az a pesgés a szívem, mert egy olyan játék irányt, amivel tudom, hogy hatalmas a potencia, és amiért fontos lenne, hogy, hogy egy megfelelő PC-s változatot uh, hozzanak ki, az azért, mert most itt félre ne értsék a konzolosok, vagy valami, hanem, hanem az, hogy a PC-sek között vannak a leghangosabb gémerek, és, és, vannak az a, tehát a PC-n shootereknek a hagyománya, az kb. olyan, mint nem tudom, Zeus temploma, szóval, Sútereket PC-n kell játszani, sútereket PC-n jobb játszani, sútereket uh, PC-n jobban boldogulsz. Az egér és billentyűzet, kombót, gyorsaságot és precizitást uh, egy konzolon nem lehet elérni, és ezért is a PC-gémerek uh, ebből a szempontból mindig egy irány mutatóak. A súterek világában És gyakorlatilag, hogyha egy készítő vagy És be akarod fogni a gamereknek a pofáját a, hogy, hogy ne palaszkodjanak semmi Az első dolgod az, hogy befogod a PC-s gamereknek a, a pofáját És akkor nem lesz baj Ez azért van, mert nem azért, mert hogy a konzolosok nem true gamerek Hogy ilyenek, nagyon is sok uh, igaz gamer van a konzolosok között Csak több a casual gamer a konzolosok között, mint a PC-sek között és, és emiatt na, tehát a PC-seknek van online világban uh, gyakorlatilag nagyobb uh, hangja, ők ki, jobban kinyilvánítják a véleményüket, mint a konzolosok, és be, ha bár még lehet, hogy kevesebben is vannak, de hangosabban tudunk ugatni. Na és um, és igaza volt, tehát ez is a szavaival élve, igaza van, hogy, hogy tényleg, a PC-seket el kell hallgatni ahhoz, hogy egy játék igazán sikeres legyen, mert hogyha nem, hogyha nem csinálsz valami jót PC-re is, akkor az a játék majd, hogy nem halára van ítélve. Uh, ezért tud például népszerű lenni mind a mai napig a Code 4 rengetegen játszák, és, és vagy MV2, mert még az is egy stabil PC változat volt. Uh, ugye Advance Warfare-nél egy kicsit azért már ügyeltek a PC-re, de, 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 például nekem az utolsó patch az így teljesen tönkretette a játékot, tehát ilyen egyszerűen nem tudok normális Advance Warfare videót csinálni, mert, mert nem megy a játék úgy, ahogy kell, és nem tudom, hogy, hogy, mi baj van bele, szóval ennek nézünk egyelőre elébe. Ezért is lenne fontos, hogy hát beszélgessünk egy kicsit, srácok, hogy, Döntsük már, mit gondoltok, mi a véleményetek, adjatok nekem is egy ilyen támpontot, mert, mert ahányszor meglátom a Call of duty mindig így kijön évről évre, így egy kicsit ugye megdobban az ember szíve. Már nem azt mondom, hogy föláll a, a szőr a kezemen amikor megnézem a trailer, de tetszett a trailer, A single player-től, mint mindig, minden évben valami epiket fogunk kapni, ez biztos, tehát Kodnak nincs gyenge. Uh, single player -je. a többi akár milyen játékot veszek elő, uh, látványban, uh, epikségben a Call of Duty az első három játékban van single terén. Call of Duty között természetesen van gyengébb single player, mint például a Ghost, arra azt mondanám, hogy egy kicsit gyengébre sikerült számomra, talán a Black Ops 2 is egy kicsit számomra gyengében sikerült, mint a többi, de, de, akkor is mind az összes 11 Call of Duty, ami, ami jelenleg kint van, single player téren vezető statisztikát Uh, mutathatnának így játék single playerek között, mert, mert kurva jók. Rövidek bár, de nagyon jók, filmszerűek, mindent megadnak, amire ez egy gamerre játszik. Újra játszhatóak azok a single playerek, mindig-mindig visszatérek ehhez, ahhoz mert élvezetesek. És, és ez, így, ez rendben is van. Tehát én, azt, én úgy vagyok vele, hogy addig nem nagyon szeretnénk hinni semminek, amíg nem látom a multiplayer PC-s változatot futni minimum 60 FPS-sel. És, vagy sőt, nem azt mondanak, tehát minimum egy 125 FPS-sel, mert arra törekszenek amúgy, hogy hogy ugye közepestől erősig, erős PC-ig, de bocsánat, gyenge és közepes uh, PC-ken tökéletesen fusson a játék, de azoknak, akiknek megvan a high-end gépük, azok is tökéletesen uh, élvezhetően tudják futatni, akár 4K-ban is uh, 60 FPS-sel ezt a játékot. Uh, erre törekszenek PC-n. Ja, és állítólag, uh, hát egy olyan nagyon elégedett, tehát itt, itt most azért jöjjön a, a furcsaság az egészben, tehát ezt, ezt uh, csak driftos szavaival tudom átélni, csak hát PC-n játszom koddal, és akkor már az ilyen kijelentéseket azt hiszem már rengetegszer hallottam. Uh, jöjjön az, hogy hát nagyon elégedettek vagyunk az eredménnyel, az Activision állítása szerint. A PC-s fejlesztésben külső szoftver cégeket uh, bíztunk meg, hogy stabil legyen a pc is. Egyelőre vannak stabilitási gondok, de dolgozunk, hogy azon azokat egyre jobban ugye kiküszöböljük és stabilabbá csináljuk a pc és változatot. Ez Drifter szavaival az Activision állítása szerint mondom. Na most ugye <laughs> mit jelent ez a, ez a, ez, a, kifejezés? Ez azt jelenti, hogy hát a pc és változat még egyelőre kurva szar, és szeretnénk, hogyha legalább mire kijön a játék, működne. Ezért, mivel hogy kevesen vannak a csapatunkban, megbízunk néhány másik céget, hogy befejezzenek bizonyos részeket. Én ezt így tudnám kivenni. Tehát a fejlesztésnek a trükkje, ha nincs elég alkalmazottad egy adott szoftver kifejlesztéséhez, akkor megbízol egy külsőst egy bizonyos részével, hogy befejezze neked, és majd hozzácsapják a végéhez, és megvan. Na, elnézést, ezért a skeptikus hang nem ér. Ehm, nagyon szeretnék egy jó PC-s és segítsetek nekem, beszélgessünk el erről egy kicsit, hogy hogy ti ezt hogy látjátok, hogy mi lesz ennek a, ennek a vége. Tényleg kapunk egy jó, jó PC-s PC kodot? De ha már egy, egy fokkal jobb lesz Istenem, mint az, el, el, az elmúlt három év kódja PC-re, akkor, akkor, um, akkor ez egy marha jó dolog lesz, tehát akkor végre lesz egy jó, egy jó kód. Az, hogy nem másik világháborús, hanem Black Ops 3-as, uh, hát kíváncsi vagyok a sztorira igazából, de uh, nagyon remélem, nagyon remélem, hogy, hogy valami igazán jót tesznek bele a multiplayerbe, ami, ami rá készteti a gévereket, hogy ma idei évben is megvegyék ezt a játékot, mert Hú, Call of Duty nagyon mész le a lejtőn, és uh, nem tesz jót, mert egy, mert, mert egy jó játék ez, és nem, nem kéne a süllyesztőbe uh, engedni. Ugye a Battlefield szériával ellentétve az IE valamit jól csinál, hogy az folyamatosan egyre följebb és följebb megy. Nos, ennyi, ennyi lett volna, segítsetek nekem, egy kicsit beszélgessünk erről. Köszönöm a figyelmet, NecroCream voltam, sziasztok!